Jó reggelt, Rekop Gyuri! Jó reggelt, kívánok! Honnan érkeztél? Csá, innen. Mit fogunk csinálni? Mondjuk edzünk egyet, nem? Reggeliztél? Nem. Kávé vagy tea? Kávé. Mindig? Mindig, több is. Hányadik autód, amit hajtasz, ami a sajátod? Második. Mi volt az első? Egy Saab 9-5. Ajj! Nagyon jó volt, egy igazi betegágy volt, sikerült úgy megvennem, hogy csak eladásra tették össze, úgyhogy nagyon rossz volt. Mennyit edzel egy héten? Hát inkább a nullát, ahogy látod, úgyhogy most csak így a forgatás miatt, ezt most őszintén el kell mondani. Hiába vagy kibaszva a halálabad, mi használ? Pontos, úristen, mekkora poéta vagy te. Vettem az oldaladról. Mi a kedvenc színed? Fekete. Fekete. De slankit. Slankit. Az autóba is. Tudsz. Induljunk meg ezzel. Azt tudod, hogy pixa valahol bent lesz. Azt imádom. Jó. Akkor már görbék a vasak. Vigyél minket, te sem. Van házi állatod amúgy? Van. Kutya, macska. Hogy hívják őket? A macskám az Connor, a kutya meg Luna. Milyen fajta kiskutya? Yorkie, ilyen nagyon pici. Ilyen másfél kilós kiskutya, ami sokkal feljebb van a táplálékláncban, mint én otthon. Mit szokott csinálni, mikor bevadul? Ugat? Bevad? Aha. Annak örülök, hogy csak másfél kiló, mert ez a kutya 70 kilós lenne, akkor már megölt volna minket. Egy teknős békát, vagy Mr. Mist fogadnád örökbe, hogyha lehetne? Attól függ, melyiknek nagyobb a fogyasztása. De lehet, a teknőssel jobban járok, mert az nem kúrja ki a gitárt éjszaka a lépcsőházban. Na mutasd meg, hogy hajtott esik. Na gyere, dik egy pixa. Ide csatlakozom hozzá, jó? Karbicikli. Karzsírból nagyon jó, csak andagat, hogy már nem férek ide be. Mióta vagy kapcsolatban, Gyuri? 7 éve már, több mint 7 éve. Összeházasodtatok? Nem még. Nem még, és ha rajta múlna, nem is fogunk. Ha lenne Starbucks 2022-ben, kit látná bunyózni a magyar közéletből szívesen? Mondjuk mondjál pár embert, négyed. Ilyen párosításokat? Aha. Gondolj, kikivel? Aha. Hát figyelj, én megnéznék egy Majka Dopman visszavágót. Aha. Azt mindenképpen, tehát az szerintem jó lenne. Zolit is, a Gangstát is megnézném egy ilyen rebootba, szerintem Zoli az, aki hiába lett idősebb, ő még durvább. Ha nem lesz Starbucks, akkor meg tudod, a Kecskeméten az év dolgozóját üti ki. De vannak érdekesek, megnéznék egy-két ilyen YouTube cica harcot, megnéznék egy-két ízét, mint a ilyen Hősök BSV, vagy valami, tudod, tehát hogy azért legyen valami, tehát a gangsterek csapjanak össze, tudod. Sharon Stone vagy Esztergályos Cecília volt nagyobb idolod? Mindenképp Esztergályos Cecília. Tehát mindenki, a mai napig. Familia Kft-t nézted? Hogyne. Hát csak az volt. Melyik a kedvenc filmed a 90-es évek klasszikus gangsterfilmjei közül? A New Jack City. Ki a kedvenc kosarasod? Shaquille O'Neal. Messi vagy Ronaldo? Hát Ronaldo. Én el is fáradtam. Focistákat utálod? Utálom. Nem utálok én senkit. Nem utálok senkit, de vannak olyan focisták, akik azért okoztak csalódást. Csinálj. Most hátazok, jó? Jó. Mi a kedvenc helyed, ahol nyaraltál életedben? Az, kérlek szépen, az egyértelműen Los Angeles, Kalifornia. Emlékszel, hogy milyen volt a MyVip profilképed? Nem volt MyVip-em. Aha. IVIV-en volt, MyVip-em nem volt. MyVip-en csak kamu profilom volt, tudod, observerként. Te itt pixa gyúrt előttem? Hányas lábad van? 43. És ha megmosod? Akkor 41,5. Készpénzzel vagy kártyával fizetsz inkább? Kártyával. Hogy rendelsz boltból? Bemész, megnézed a cuccokat, vagy inkább rendelsz? Hú, hát mostanában inkább rendelek. De ha ruhát veszek, akkor nem tudok rendelni, fel kell próbálni. Tehát olyan még nem volt, hogy rendeltem ruhát, és jó lett volna. Melyik a kedvenc karórád? Karórám? Hát egy karórám van, ami rajtam van. Jól is áll. Köszönöm szépen, nem is volt olcsó. TikTok vagy Insta? Leginkább egyik se, de ha választani kell, akkor inkább Insta. YouTube-on vagy Spotify-on hallgatsz zenét? Spotin. Mi volt a legutóbbi könyv, amit vettél? Legutóbbi könyv, amit vettem? Szerintem valami Agatha Christie volt. Aha, valami poáros cucc, asszony olvassa. Ja. Melyik a kedvenc filmetek a kedveseddel közösen? Harry Potter. Harry Potter. A Bravo magazin szexszerelmi gyengétség rovatára emlékszel? Nem emlékeznék. Hogy leemlékeznék? Teherbe esetek-e attól a szappantól, amin apukám ondója van? Abban ilyenek voltak. Emlékszel? Hogyne, imádtam. Melyik a kedvenc ételed? Ételem. Hát figyelj, most már közeledünk a karácsonyhoz, úgyhogy megjelölném a töltött káposztát.
Ha Kecskemétre jön valaki, mi az a két hely, ahol biztos, hogy elvinnéd első körben? Hát, nem tudom. Mert annyira még nem ismerem Kecskemétet. Aha. Tehát, hogy nem tudom, bevinném, megmutatnám neki a Cifra palotát. Melyik a kedvenc magyar fesztiválod? Kedvenc magyar fesztiválom? Hát mindegyiknek megvan a bája. Én szerettem a Balaton Soundot is, szerettem a Szigetet is, de általában ezeket a kisebb fesztiválokat kedveltem, mint például a Köröstoroki napok. Ez megvan? De jó voltak, úristen! Községi hauz lakossági tekva lépegetés, hajnali Szigszával, Lénárdal előtte, óriási rep. Ilyen kiöregedett, ilyen lerugott csepelbicikli DJ-kkel, tudod, ilyen... Bor vagy pálinka? Hát egyik se. Nem vagyok alkoholos. Aha. Gyalog vagy kocsival szeretsz közlekedni? Kocsival. Ez egyértelmű. Ha biciklizni kéne, hány kilométer tudnál lepörgetni egyből? Most? Aha. Egyet. Se, de nem a láb miatt, hanem szerintem 600 méter után olyan szinten feltörni az ülés a seggemet, hogy képtelen lennék többet megtenni. Online vagy offline a jelenlét, amiben élsz? Is, és erre nagyon figyelek, hogy ez így is maradjon. Tehát, hogy ne szippancson be nagyon az online, muszáj, főleg a munka miatt, meg... Hány tetoválásod van? 1, 2, 3. Mellen mennyivel szériázol? Hát figyelj, most nagyon kevéssel, de volt idő, amikor rajta voltam a gyúráson, és akkor fekvenyomó ruhában ilyen 210 az ment egyszer. Tehát, hogy de az nem most volt, az ilyen 2006-7. Melyik Pixának a legjobb zenéje szerinted? Pixák? A Puerto Rico. Mindenképp a Puerto Rico-t mondanám, mert zsebében ott vannak a sok milliók. 2021-ben mi volt az év dala nálad? Az év dala? 2021-es a Beethovennak az Off-White. Igen. Akkor az. Igen. Akkor az. Akkor az, de abból a zenéből Krúbit levágnám. Szőkék vagy barnák az ideájaid? Inkább a sötét hajú. Mit nézel meg először egy nőn? Hát 7 éve már nem nagyon néztem meg nőt. Ugye, a fingasz akkor lesütöd a szemed? Micsoda? A fingasz lesütöd a szemed? Hát ne, én így kifeszítem, nézd, most fingok, nem, dehogy is nem. Szemem. Ennyi volt. Bazzeg, de nagy. Semmi elköszönés, semmi, iratkozzatok fel a Pixa által támogatott csatornájára. Üdvözlőjük Cserpalkovics Andrást! Szevasz Cserpa!